nagyszerű gyógymódok. Hát nem fogják elhinni, hogy egy ilyen főcím alatt miről is fogunk beszélgetni. Angyalokról, angyali energiákról, és hogy kivel? Kecskeméti Tóth Lajos kutatómérnök a vendégem, és egészen meglepett ezzel a témával, örülök, hogy ismét tudunk beszélgetni. Igen, köszönöm én is a lehetőséget. Igen, ez nem jó. Igen. Hát köszönöm én is a lehetőséget. Na, szóval nekem kifúrja az oldalamat, és gondolom a nézőkét is, hogy egy mérnök ember, egy kutató, akitől már találmányokról beszélgettünk, hogy kerül kapcsolatba az angyalokkal? Igen, igen. Hát azzal kell kezdenem, hogy az angyalok, ugye kisgyerekkorban mindenki angyalokról ábrándozik, királyfi lesz, királynő, és így tovább. Tehát az angyalok valós lények. Tehát tulajdonképp van egy úgynevezett meserész, amit én is kiskoromban ugyanúgy átéltem, mint minden néző, gondolom én, de tulajdonképp az történik, hogy az angyalok azok energiák, tehát aki már látta, bizonyára sokan voltak, azok fénylő gömb formájában látják, színes gömbök. Attól függenek a gömbnek a színei, hogy milyen frekvenciát birtokol az az angyal. Abból adódóan, tehát ha a Földön állunk és mérnöki szemmel nézzük, akkor itt a toboz-mirigy hipofízisnél van a kapcsolatfelvétel, az 7,83 Hz, és ezek a fénylő gömbök ide a toboz-mirigyünkre tudnak csatlakozni, és összekötnek a forrással az elektromágneses rezgésekkel. Ez valóban nagyon érdekes, és megint csak oda jutottunk, hogy a világon minden rezgésekből áll. Ezek szerint az angyalok sem kivételek ebből. Tulajdonképpen miért kéne nekünk kapcsolatba lépni az angyalokkal? Hát azért kell kapcsolatba lépnünk, mert sajnos most így rossz hírem van, hogy azok az emberek, akik nincsenek kapcsolatban az angyalokkal, azok a materiális világban élnek, az anyagban élnek, és az anyagnak is vannak angyalai. De ezek az angyalok eredményezik a betegségeket, és azt, hogy tulajdonképpen anyagot anyaggal próbálunk gyógyítani, vagy anyag betegségeinkre anyagokat szedünk, és ebbe bukdácsolva próbáljuk elérni az egészséget. Akkor ez azt jelenti, hogy az angyalok sem mind jók, hanem köztük is vannak ilyenek, meg olyanok? Igen, igen. Tehát tulajdonképp, ha visszamegyünk a Bibliába, ami a metafizika könyve is, azt írja, ugye, hogy az angyalok között is volt egy váltás. Tehát ugye ketté szakadtak, mikor azt mondta a Teremtő, az embert létrehozta, hogy szolgáljátok. Akkor ugye a fele az angyaloknak azt mondta Lucifer vezetésével, nem szolgáljuk. Ők voltak az anyagangyalai. Ők aztán ide lebuktak a földre, a fényangyalai pedig tovább a teremtést szolgálták, és így alakult ki az úgynevezett polaritás, tehát a kettőség, és ugye a vezetőjüknek, Akrimannak, vagy Lucifer, mindegy, hogy hívjuk, van ez a nagyon sarkalatos szlogenje, hogy egy talp alatnyi hely kell nekem, ezt már te is tudod, ahol a tagadás lábát meg. Innen alakult ki a kettőség, a kétség, amit Shakespeare úgy fogalmaz, hogy árulód a kétség, attól foszt meg, amit könnyedén elérnél, ha volna merszed. Hát ez nagyon érdekes, az előbbi idézet természetesen Madácstól van, a második, ahogy mondtad, Shakespeare-től. Tehát akkor a mi dolgunk az lenne, hogy ezekkel a fényangyalokkal találkozzunk, mert mi történik akkor velünk, ha kapcsolatot tudunk velük teremteni? Az történik, amit az előbb is említett Glória, ugye, hogy minden rezgés, tehát ugye itt benn van bennünk egy szerkezet, a lélek, aminek van egy rezgése. Az angyalok segítségével össze tudjuk kapcsolni a forrással, a teremtéssel, és át tudjuk venni ezeket a pozitív energiákat.
Most úgy tudom, hogy egészen a közeljövőben lesz egy olyan találkozó, ahol pont ez lesz a fő téma. Igen. E hétvégén vasárnap tartunk egy angyalkommunikációt, aminek az az érdekessége, hogy mivel én mérnök is vagyok, és ugye itt is volt valami kettőség mindjárt az elején, ott is úgy fog kinézni, hogy a jelenkezők, akik jelenkeznek erre a beavatásra, fizikai érzékeket fognak érezni, tehát a kezükön energia fog haladni, zsibbad a kezük, ugyanakkor amikor állnak, az angyalok, ahogy itt finoman megérintik, szinte ellökik az ember. Tehát kell ehhez valami műszaki tudás is? Hát kell ami, ehhez, vagy az igen. A vezető? Igen, hát csak hogy próbáljuk megérteni, mert ez egy egészen különleges dolog. Igen, igen, egész különleges, de azért akarom ezt a párhuzamot, hogy kizárjam teljesen azt a hiszem, nem hiszem. Ezt kizárjuk, mert azt mondjuk, hogy ugye itt vannak az angyalok, ezek energiagömbök. Megmondtuk, hogy minden rezgés, tehát ez egy rezgés. Valójában, ha erre tudunk csatlakozni, akkor a fény angyalai azonnal átmennek a testünkön, beköltöznek a testünkbe, és abban a pillanatban már is csatlakoztunk a természethez. És érezzük a rezgéseket. Így van, pontosan lehet érezni. Tehát itt találkozik a fizika, és tulajdonképpen a szellemiség, vagy az angyaliság, inkább így mondom. A szellemiség, az nagyon jó, a szellemiség, angyaliság találkozik, és ebből látjuk ugye, hogy test, lélek, szellem. Senki nem akarja testet kizárni, vagy hogy a test egy olyan dolog, ami ilyen, meg olyan, meg rossz, meg negatív, ez butaság lenne. Test, lélek, szellem, és itt megtaláljuk a kapcsolatot is. Ez az érdekessége, amit az előbb mondtunk, hogyha egy sötét szobába kinyitom a palettát, mi történik? A fény bejön, de a sötét nem tud kimenni. Ez a nagyszerűsége, és ez a teremtés. A teremtés, mindig is mondtam, igazságos. Lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy a világ igazságtalan, vagy hogy itt káosz van. Én ezt a nézőre hagyom, nem erősítem meg semmiben. Én azt mondom, hogy abban a pillanatban, amikor a fényre tud kapcsolódni az angyalok segítségével, sokkal, 90%-kal megnő az esélye arra, hogy a teste regenerálódik, a szerveinek frekvenciája visszaállítódik, a szelleme tiszta lesz, tisztán tud gondolkodni, tisztán és szabadon. És ehhez kell valami különleges helyszín, vagy hol lesz ez megtartva? Hát különleges helyszín nem lesz, ahol az előadásainkat tartottuk, a harmadik kerület Bokorút 23-25 szám alatt lesz. Ez tehát ehhez pont... nem kell egy olyan nem kell valami, egy... ahol tényleg találkozunk, hanem ön hozza létre magát a találkozást. Így van. Ott mindenki megtapasztalhatja, mert ebben az a nagyszerűség, ugye, hogy ez nem csak egy mese vagy egy álomvilág, hanem hogy ott áll és érzi, hogy igen, zsibbad a kezem, érzi, hogy segítőt alkalmazunk, aki hátul áll a jelölt mögött, hogyha elesne, hogy ne essen el, megtartja. De most lehet, hogy sokan megijednek, hogy milyen hely ez, ahol elesünk. Nem esünk el. Tulajdonképpen ez? Tulajdonképp az történik, ugye, hogy az angyal, amikor hívtuk, tehát ugye van a víz, a tűz, a rezonanciának, doradóan, rengeteg angyal van, azokat én mind odadom. És az angyaloknál az az érdekesség, de erre válaszok először, tehát amit egy pillanat, egy finoman, mintha egy picit meglökni, meg hozzáérne, már érzi. De ez a legérdekesebb, hogy adok ott egy olyan listát, amiben az összes angyal fel van sorolva, megadom az angyalbetűket, és ezeket az angyalbetűkkel lehet ráírni a gyertyára bármire, és a kérésem nyilván százszor hatásosabb lesz, mint hogyha valamelyik könyvben autodidakta módon olvasom, hogy az angyalt úgy kell hívni, hogy leülök a sarokba, rá gondolok az angyalra, stb. Tehát ehhez meggyőződésem, hogy kell egy olyan beavatás, ami működteti. Uh-huh. Ha egy beavatás megvan, az pontosan elég. Ez nagyon érdekes, nem tudom mennyire figyelik, de ebbe a mai adásunkba 3-4 irányból kerülgetjük azt a valamit, amire azt mondjuk, hogy a világ rezgésekből áll,
és hogy mindegyik egy kicsit más oldalról világítja meg az ember és a nagy univerzum kapcsolatát. Úgyhogy, na most kik vehetnek részt egy ilyenen? Hát bárki jöhet. Tehát mert ott... nem kell hozzá valami különleges hit, ne, vagy nem. Tudás, vagy előtanulmány. Nem kell semmi. Én azt gondolom, mint minden, ez egy tapasztalás. Tehát Michelangelo írja azt, hogy semmiféle dolgot nem lehet sem szeretni, sem gyűlölni, amíg nem ismerem. Ez egy ismeretanyag átadás, és egy megtapasztalás tulajdonképpen. Tehát bárki jöhet, aki szeretne mondjuk aki az szeretne, angyali energiákkal igen. találkozni, az egyszerűen... Egyszerűen eljön egy gondolom, órakor... Gondolom bejelentkezik, igen, nem tudom, hogy hány fő fér el, de... Akár 100 is elfér, tehát nem muszáj bejelentkezni, hanem vasárnap egy órakor. Találkozó, és mindenkit szeretettel várnak, nem kell megijedni, nem fognak elesni, mint ahogy a képen is látták, ez csak egy ilyen érzés. És akkor ez meddig tart? Hát ez egy 2-3 órás beavatás, aztán utána mindig van beszélgetés, addig, amíg érdeklődés van, addig ott maradunk. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes dolog. Tehát még egyszer e hétvégén. E hétvégén vasárnap. Vasárnap 13 órától várnak mindenkit szeretettel. És ezután történik majd valami, hogy a jó, egyszer találkoztam, megéreztem az angyali energiát. Hogyan tovább utána? Igen, ez az Atlantis angyalai. Adok még egy kis kártyát is, adok prospektust az angyal neveivel, és a kis kártyán rajta lesz, hogy reggel hívom, este engedem. Aztán este megint hívom, reggel engedem. Tehát többször is lehet igen. akkor találkozni? Hanem amint ő beavatást nyert, igen. akkor reggel hívja az egyik angyalt, mondjuk azt mondom, hogy hívom a föld angyalát, hogy újítsa meg a testemet. Illetve este, mit tudom, a bölcsesség angyalát, termékenyítse meg gondolataimat a teremtő szellemével. Tehát így kell hívni, azt majd ott elmondom pontosan. Nagyon és érdekes. Akkor, igen, hát ez egy fantasztikus, és meggyőződésem ez az egyetlen hiteles, mert ez Erich Sturm, írta le az Atlantis angyaliba, aki magyar vonatkozású is volt, magyar származású, és tulajdonképp látó volt, tehát igazán tisztán látó volt, és ezeket nem a hallomásból vagy a piacon szedte össze, hanem ezt meditációban. Hát ez nagyon érdekes. Akkor kedves nézőink, én azt mondom, hogy aki szeretne ilyenen részt venni, hát nagyon-nagyon izgalmas dolog, akkor az most e hétvégén, vasárnap, 13 órakor legyen ott, és vegyen részt ezen a beavatáson. Mi a hely neve? A 3. kerület, Bokor utca 23-25 hát, számon. Nagyon egyszerű, vagy további információkért hívja műsorunk állandó telefonszámát, és én nagyon megköszönöm, mert mindig tud valami újat, valami érdekeset hozni. Kedves nézőink, Kecskeméti Tóth Lajos kutatómérnökkel beszélgettem. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.